ajtaja van, és az ajtó az egy fogalom. Jézus maga is mondja saját magára, hogy én vagyok az ajtó, és aki rajtam keresztül megy be, az a pásztor, de aki máson, tehát aki bemászik egy juhoknak az aklába, oldalról, az ablakon, vagy ott éppen egy, a kerítésen keresztül az akorról van szó, akkor az tolvaj, azt mondja. Most ez az ajtó állít hat istentiszteletre menő ember előtt, előtte egy turista is jön, aki mint látványosságot nézi ezt a várost, mondjuk Pest Erzsébetet, és ők csak elmennek. De van, aki betéved a templomba, de vajon milyen hatással lesz rájuk a prédikáció? Senki sincs ezen a karácsonyon, aki szállást adna a világ megváltójának. Ilyen későn? Dehogy, ilyen korán? Éppen most. Most az igényedés alatt. Éppen karácsonykor. Testvérem, te talán még nem kerested Jézust, de ő keres téged és kopogtathat a szíved ajta. Mindig erre szól a prédikáció. Hát, elég kellettem, hogy tényleg kopogtatok. Nekem egy kapna a kopogtatásról beszél. Senki sincs, aki átérezné, hogy nem mond be, hanem Isten kérde az ige által. De igen, engem szíven ütött, amit hallottam. Még nem jártam ebben a templomban, de minden szó igaz. Már régóta jött velem a szívem. Annyi rossz történt velem, és nem tudtam, hogyan lehetne másképp élnem. Amikor megláttam a félig nyitott templomat, itt bent erős lüktetést éreztem. Most jöttem csak rá arra, hogy Jézus volt az, aki kopogtatott és bebocsátást kért a szívembe. Ez a karácsony más lesz, mint a többi. Nem egyedül térek haza. Tudom, hogy vele más lesz az életem. Köszönöm Isten.